Lokálpatriótának lenni sokféleképpen lehet. Van, aki verset ír kedves városáról, van, aki a zeneszerzésben kap ihletet egy térség szépségeiből, és van úgy, mint Cseh Gábor, aki vászonra viszi mindazt, amit csodálatosnak lát. Ezt csináltam 65 évig, szexuált töltetét. Töltettem, ezt csináltam, és úr utómódom, ezt csináltam, külföldről is hívtak, nagy dolog. Magyarországon én vagyok az egyetlen, aki saját városa töltetét esti. És ezt én töltettem, hívtak sokfele, de most bejött. 1965-ben volt az első kiállításon, meséli. Az akkori látogatók közül ma már alig él egy-két ember. Kiállítás úgy jött létre, magántulajdonban van 90% a képeknek, visszaadták. Hát ennyit nem tudok Pest egyszerre. És most látom azért azt a... Ez egy kis klub, aki szereti a művészet, a városát. Van több száz ember, aki képekkel, még sajnos sok van külföldön ilyenkor, de ez szép. Leszük kitettem a Szekszárd utcákra, meg Gemencre, mert lehetetlen annyi témát. Tudom, sok mindent társadaltam, Siógárat, Mula, és össze tudtam szedni Szekszárdon, nekem külcs, messzire hozni a képeket, és nagyon szépen összejött. Nekem Szekszárd az életem, mondja Cseh Gábor. Nem tudom megunni. És számos alkalom volt már, amikor egy-egy házra újra és újra rácsodálkozom. Ez hivatás. És rengeteget. Most elmentem 5 évvel az Alföldön éltem, ott anyavilágot festettem. Nagyon nagy a nyomor, meg mindes egészség. Szép téma az, de alig vártam, visszajöjjek, ezt festem a Szekszárdon. Az én Szekszárdomat, tudod, ez az ilyen dolog. A legszebb, a régi dolog, ami még megvan. Most akkor annyira kell vigyázni, bontják a szurdikokat minden. Egy, van, ki van állítva, egy szurdik van, a Szücsényi szurdik, nincsen kikövezve. Ott nőttem föl gyerekkoromban. A Remetek ápolna, ott játszottunk. Hallatlan nagy dolog. Ez most kibetonozták minden, de én nekem, hát az életem ott jót csináltam, hogy jöttem főiskolát, akkor kezdett a város lebontani. Lebontottak, elkezdték a bérházakat építeni, eltűntek a nádvedes tanyák. Utolsó pillanatban el tudtam festeni, lefotóztam. Van egy komoly 3000 diagyűjteményem, majd egyszerűen a jó városnak fogom hagyni, majd egy új iseknek, tudod? és úgy tudtam, hát jöttek oda Gabi bácsi, támogatottak az emberek. Nagypapát örököltem, hogy tanyán átépítjük, érdekel, mondták ilyen például 80-ban. Kimentem, gyönyörűen átvedes tanya. Lefogtam, megfestettem őket az első, segítettek, megmentettük, bérházak vannak. Hát van nekem olyan utca részletek, hogy szexuális városnak nincs fényképe róla. Kiskadalka utcán levozott, nekem 6-7 képen festem arra a kicsi utcára. Mikor kezdtem szervezni, megijedtem, hogy fogom én összeszedni a képek. Hát elvitték az unokák. Jött egy kislány, megálltott, nem tudom kicsoda, azt Gabi bácsi, van ám 2 képünk. Nagypapák, meghaltak a nagypapák. Én örököltem a Gemencet, az öcsém meg a Szekszárdi utcát. Van 2 gyönyörű képünk. Nem tudom, így öröklik, viszik tovább. Ez a nagy dolog, Gabi az. Sokszor zikálják azzal, mi lesz vele, ha elfogy a témája. Ha mindent megfestett Szekszárdból. A válasz, meséli, mindig ugyanaz. Sosem fogy el. Mert aki ismeri és szereti ezt a várost, mindig lát benne valami olyat, ami képre kívánkozik. A Babics utcáról legalább 14 képet festettem, de nem ugyanazt. Délelő, délután, ősszel, innen, onnan, konkrét példát elmondtam a tanítványaimnak. Arra mentem a múltkor, megálltam egy helyen, 12 képet csináltam, 25 év alatt. Innen a legszebb is nem vettem észre. Na együtt fejlődik, hogy látás volt. Ezt mondom mind a gyerekek. Nem hittem volna, hogy meg fogom onnan is festeni, tudod. De te is biztos voltatok így, hogy csináltuk. Mert először, amikor kezdődött a gyerekkoromban, általános iskolában, akkor le akart egy utca részletet festeni, akkor csak egy ház fért rá a vászorra, egy. Volt egy komoly tanára a bírókáról, és ő mondta, fest majd, fiam, lesz idővel, majd szépen, amit akarsz, szépen belefér, csak meg kell tanulni a festvedélyel még. Hát így, óriási dolog, hogy még most is fejlődik az ember technikában. Jó, hogy kitaláltam ezt a technikát, sehol nem csináltam, Amerikában sem találkoztam vele. Tudod, mikor kitaláltam 70-es években, akkor hogy tudjam kifejezni a tanyákat, a rücskös, a sárt, ami... És erre kísérleteztem ki, hogy tírhatása legyen a képnek. Ecsette nem lehet így megfesteni. Itt volt Franciaországban egy művész, tapogatta a képeimet tavaly, kérdezte, ki vagyok, bemutattak, és így, hogy nem látott még ilyen, de hallatlan plastikai érzi, hogy mennyire jó. Megvan világít, önárnyékot, mert tudod, és akkor megmutak döbbenve, így tapogatta. És kiderült, hogy a kézzelműszer főiskola igazgató volt Párizsban. Én nem ismertem, oda jött, és gratulált. Na, és ezt csinálom, ez a technikával, ezt azért találtam ki. Még egyszer nem tudnék egy képen meccsele másulni, mert hogy ráteszed a homok technikát, mindig más. Addig élek, mit tudok festeni. Szóval én nekem azt mondom, nem öregszik, hát nem érzem. Amíg én tudok festeni, addig fogok élni.